az egészségügyi válsághelyzet, illetve a járványügyi készültség idejére szeptember 21-én életbe lépett több szigorító rendszabály is. A változásokról, a járvány üllői aktualitásairól, a rendelőlátogatás szabályairól és a recept felírás rendjéről is megkérdeztük a házi orvost, aki felhívta a figyelmet arra, hogy lázasan, náthásan ne menjünk a rendelőbe. Az egyre szaporodó több vírusfertőzés miatt az egészségügyi szabályok változtak, illetve szigorodtak. Ez azt jelenti, hogy lázas, náthás, köhögős beteget nem engedhetünk be a rendelőben, hanem azt kérik, hogy telefonon konzultáljunk a beteggel, és úgy próbáljuk megkezelni. Erről mindig a házi orvos dönt. Ezeket nekünk muszáj betartanunk, és arra kérjük a betegeket, hogy valóban először telefonon jelentkezzenek be, ha lehetőség szerint kérjenek időpontot a házi orvosukhoz, ugyanez vonatkozik a gyermekrendelésekre is, és akkor nyilván megbeszéljük, és akkor úgy látjuk el őket. Adódik a kérdés, hogy itt vagyunk üllőn, mi az üllői helyzet, tudunk-e adatokat, számadatokat mondani a fertőzöttségi szintről, illetve hát mi a helyzet az influenzával is, hiszen hamarosan az is ránk köszönt. Ilyenkor szeptemberben egyébként is, tehát minden évben azt figyelhető meg, hogy egyre inkább több a náthás, köhögős, úgymond sima vírusfertőzéses beteg. Ezek most is, tehát sok számban vannak. Koronavírusos beteg van pár darab, vannak karanténban is, ugye aki kontakt miatt vannak karanténban, ezek a dolgok kezelhetők, nincs túl sok. Tehát erről a házi orvosok tudnak, meg az illetékesek. Én azt gondolom, hogy pánikra semmi ok. Inkább több az egyéb vírusfertőzéses beteg, ami otthonokban, tehát otthonban gyógyítható, és egy hét alatt teljesen rendbe jönnek a betegek. A konzultációt említett doktornő, tehát csak azután lehet jönni szabályos orvosi rendelésre, de vajon mi a helyzet a recept felírással? Mik ezek a rendszabályok, ahogy ezt el tudjuk érni, nem a hagyományos módon? Az utóbbi időben sok probléma volt abból, hogy nem tudnak elérni minket a betegek. Próbáltunk, ez egyébként abból adódik, hogy valóban nagyon sokan telefonálnak, és valóban sok a telefonáló beteg, és sok a foglalt vonal. Ezért az önkormányzat adott nekünk egy olyan lehetőséget, hogy még egy mobil vonalat biztosítanak számunkra, tehát a betegek számára, ami mától elérhető lesz, és így három vonalon keresztül lehet két felnőtt rendelést és a gyermekrendelést elérni. És az a kérésünk, hogy akkor az előjegyzést, tehát az orvoshoz való bejövetelt, azt mindenképpen ezen próbálják megtenni. Ezen kívül még úgy próbálunk enyhíteni ezen a helyzeten, hogy létrehoztunk egy e-mail címet, amin lehet kérni három dolgot. Természetesen a személyiségi jogok betartásával a beteg megadja a nevét, telefonszámát és a házi orvosa nevét. És akkor ezen e-mail címen lehet kérni a szokásos gyógyszereket, amit ugye e-recepter felteszünk a felhőbe. Emiatt akkor nem kell telefonálni, ezt kettő munkanapon belül tehát minden házi orvos meg tudja oldani és elrendezi. Lehetőség lenne még ezen az e-mail címen a folyamatos táppénzeseknek táppénzes lapot kérni két hetente. Ezen kívül, akinek kontrollra kell menni valamilyen szakvizsgálatra, szakellátásra, azt is tudjuk biztosítani így beutaló kéréssel, de csak a kontrollos betegekről van szó, tehát nem az, aki új beutalót szeretne valahova, annak egyeztetni kell a házi orvossal. A papíralapú, tehát a beutalókat és a folyamatos táppénzes papírokat, azokat a telefonközpontba tudjuk kitenni továbbra is, illetve a gyermekrendelőbe és Molnár Amália doktornő betegeinek pedig az ottani saját rendelőjükbe kell jelentkezni ezekért. Akinek nincs otthon internet elérhetősége, idős fekvő beteg, ezt megpróbáljuk úgy az önkormányzat segítségével megoldani, hogy a gondozónők ott kinyomtatott formában kitöltik a betegek segítségével ezeket a kéréseket, és eljuttatják hozzánk zárt borítékba, mindenki a saját házi orvosához. Az orvosi előjegyzést a 0630 329 32 81-es mobiltelefonszámon, míg a szokásos gyógyszereket feliratni, a folyamatos táppénzeseknek táppénzes lapot kérni két hetente, valamint a kontrollos betegek időpontját leegyeztetni a rendelő@üllőhsk.hu e-mail címen lehet. Fontos információ az is, hogy a házi orvos által a covidos tüneteket produkáló beteg számára kért teszt ingyenes.